Polgármesteri beszámoló Encsen, a téma ezúttal a településfejlesztés volt. Energiaracionalizálás Tiszaújvárosban, 40 millió forintot hagyott jóvá a testület. Lakossági tájékoztató kampány Ózdon, a fejlesztésekről kaphat átfogó képet a lakosság. Épül a vízi komplexum Kazincvarcikán, ütemterv szerint halad a beruházás. Köszöntöm Önöket május 20-án, Encs, Tiszaújváros, Ózd és Kazincvarcika városok friss híreivel. Jó estét kívánok! Mai adásunkban többek között arról is szólunk, hogy beszámolta az encsi fejlesztésekről a település polgármestere. Új okos eszközt telepítettek az ifjúsági parkba Tiszaújvárosban. Ózdon átadták a görögkatolikus templom melletti kápolnát, Kazincbarcika pedig rajt és célállomása volt a Tour de Hongrie 4. szakaszának. Maradjanak velünk, azonnal mutatjuk a részleteket. Útfejlesztések, temető és piac beruházás Encsen. Mikola Gergely encsváros polgármestere beszámolót tartott a település lakóinak. Mikola Gergely encsváros polgármestere beszámolójában tájékoztatta a város lakóit a közeljövőben megvalósuló útfelújításokról, útfejlesztésekről, a Fügödi temetőről és a piac beruházásról. Ugyanúgy a pályázatokhoz tartozik, de már benyújtott pályázatról is igazából annak az elutasításáról szóló tájékoztatást kell adnom, hiszen a belügyminisztérium felé benyújtott belterületi utak, járdák felújításáról szóló pályázatunkat március 30-ai dátummal elutasították. Összesen a tavalyi évhez képest majdnem 10-szer kevesebb, vagy 10 annyi pénzt osztottak ki, mint 2021-ben. Így a Muskátli utca és a Mátyás Király út felújításáról szóló pályázatunk nem nyert első körben, azonban még hivatalosan nem kaptunk erről válaszlevelet, tehát valószínűleg tartaléklista leszünk, és az év, hogyha még forrás lesz rá, és hogyha a kormány úgy gondolja, akkor támogatni fogja ezt a pályázatunkat. Ettől függetlenül, így, hogy nem nyert a pályázatunk, azért a Muskátli utcán jelentős problémák vannak, ezt nap mint nap tapasztalják az ottani lakosok is, így az egész városban, nem csak a Muskátli utcán elindult a kátyú felmérés, az úthibák felmérése, illetve a napokban fog indulni az útpatkák javításával kapcsolatos felmérés is, és több mint 80, hát körülbelül 80 kátyút írtunk össze a városban, nem csak a városban, tehát a település részeken is, amelynek a hibaelhárítási munkái véleményem szerint május vége, június elején meg fog történni. Így kérek minden lakost, majd persze lehetőség lesz arra is, hogy véleményezzék önök is, vagy hogyha nem találnak olyan kátyút, majd a kátyú térképünkön, amit újra közé teszek majd az interneten, amit önök tapasztaltak vagy láttak, azoknak a beküldését kérjük, hogy mi mindenképpen meg tudjuk csinálni. Bízok benne, hogy a rosszabb úthibák esetén egy strapabíró bejárással, akár alábetonozással és új rétegrend kialakításával hosszú távon is meg fogjuk tudni óvni az utak állapotát. Útfelújításunk természetesen lesz, hiszen már azt is bejelentettem, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül a Mérai út temetőzés, illetve a tűzéphez, illetve ott a lakásokhoz vezető belső szakaszának a költségét megkaptuk a közfoglalkoztatás keretein belül. Ez május hónapban, június elején legkésőbb ez is el fog indulni, úgyhogy a Mérai út azon része új aszfaltburkolattal fog rendelkezni. Ez nagyjából egy 400 négyzetméteres területű útszakasz. Ugyanúgy útfejlesztéshez tartozik az, amit már 2021 júniusában Facebookon, illetve újságban is kommunikáltunk. Ez a Baross Gábor út meghosszabbításával kapcsolatos szándékunk, mégpedig ott az Agrárcenter iparvágányán keresztül vasúti átjáróval a hulladékát telepig meghosszabbítani nagyjából 220 méteren a Baross Gábor út szakaszát, így összekötetésre kerül az iparterület azon képített része és a Baross Gábor ipartelepi út. Ez két szempontból is fontos nekünk. Egyik az, hogy újabb iparterületeket tudunk feltárni ezáltal 3,6 hektár területet, amely az önkormányzat tulajdona, és oda tudja adni helyi vállalkozóknak, betelepülő vállalkozóknak fejlesztés szempontjából, fejlesztés részére, illetve még egy vasúti átjáró nyílik, ami azt jelenti, hogy nem csak a Petőfi úton lehet, a 39-es úton lehet megközelíteni majd a város két részét, amit a vasút szétválaszt, hanem egy újabb alternatív egérutat is tudunk biztosítani a lakosoknak, illetve az ipari parkba közlekedőknek, hogy elérjék a vasút túloldalát is. Ennek a fejlesztésére nettó 60 millió forint forrás rendelkezésre áll.
Ennek a tervezése február végén, március elején elindult, most májusban meg lesz a közlekedési hatósági egyeztetés, és hogyha minden jól megy, akkor nyáron feltételes közbeszerzés kiírására kerülhet sor, és annak az eredményétől függően pedig legkésőbb ősszel elindulhat a Baross Gábor út meghosszabbítása, ami jelentős problémát le fog venni a város fő útjáról. Ugyanúgy bemutattuk az interneten, illetve tájékoztattam a lakosokat is, ez egy lakosságigénynek a kielégítése a következő, mégpedig az, hogy ott a Gagarin úti, Radnóti, Akácsosemődi, illetve azoknak a lentebbi utcáknak a zöldebb gyalogos forgalma, ott a központi üzletekhez való eljutása jelenleg hosszabb útvonalon tud megtörténni, megkerülve a gimnáziumot és a szürkeiskolát. Ennek a feloldására a Gagarin út mentén, egészen a Gagarin út végéig a közfoglalkoztatás keretén belül elkezdtük az új járda kiépítését, amelyet tavaszra ígértem, ez jól áll, illetve ősszel, hogyha minden jól megy, amint ez megvan, akkor a sportközpont hátsó kerítésének 1,5 méterrel bejebb helyezésével nem csak a Spárig, hanem a 39-es útig ott a sportközpont mögötti területen járda kialakítására kerül ott is sor, így egy sokkal rövidebb alternatívát nyújtunk, akik zöldebben, gyalogosan, kerékpárral szeretnének közlekedni a városban, akár az üzletek meglátogatásához, akár más központi helyek meglátogatásához is. Ebben nagy reményt fűzünk, hogy a helyi lakosoknak, akik ott laknak, pozitív fejlesztést tudunk csinálni. Míg a közfoglalkoztatásnál maradva volt még egy másik infrastruktúrális beruházásunk, ez pedig a Fügödi kerítés. 2020-ban lakossági kérdőívezéssel, illetve szavazással döntöttünk arról, hiszen a jelentős többsége úgy döntött Fügödön, hogy szeretnék körbekeríteni a lenti temetőt, hogy a körbekerítését elkezdjük. Első részének a befejezésére ér véget, azonban volt egy lakossági tiltakozás, ami próbál javítani a kialakult konstrukciót, mégpedig azzal, hogy nem mind a három elem, betonelem legyen teli, itt inkább biztonsági szempontokat figyelembe véve és esztétikai szempontokat figyelembe véve. Így megszületett az a döntés, hogy most ebben a program keretein belül kiépül ez a kerítés teljes betonelemekkel, azonban amint az önkormányzatnak lehetősége van, és bízok abban, hogy az éven már ezeket be tudjuk szerezni, a harmadik legfelső kerítés elemet, azokat átláthatóbbá fogjuk kialakítani, hogyha sikerül olyan betonelemeket beszerezni, ezáltal több mindent enged majd beláttatni a temetőn belül, mint a jelenlegi állapot, így azokban a személyekben, akik felvetődött közbiztonsági kérdés, ezeken javítani tudni fogunk. Hosszú távú célunk az, hogy ott a temető bejáratánál parkolókat, térkeves parkolókat tudjunk kialakítani. Itt a közúttal felvettük már a kapcsolatot, hiszen az út a közúttulajdon, neki kell engedélyezni a kezelő, illetve az építési hozzájáruló nyilatkozatokat, illetve szeretnék majd egy napelemmel működő, vagyis megújuló energiaforrással működő közvilágítást, kandelábert egyet vagy kettőt a temetőbe kiépíteni, amely pár százezer forintos költséget jelent, illetve az egyikre egy kamerát is ráhelyezni, hogy minél jobban fokozzuk a közbiztonságot a Fügödi lenti temetőben. A közfoglalkoztatás végével már akkor egy kicsit a nyertes pályázatainkról is beszéljünk, hiszen 2020 júliusában, hogy megnyertük a piac beruházást, ez 2021. október-novemberében el is tudott indulni az újabb üteme, amelyet be is jelentettük, be is jártuk még az építkezés elején. Terv szerint 2022 tavaszra kell elkészülni. Még igazából a tavaszban vagyunk benne, de azért sok minden miatt csúszás tapasztalata, akár a kivitelező részéről, akár az önkormányzat, akár pedig a nem számolt körülményekkel a piac beruházásnál. Lassan eléri az 50%-ot a beruházás, nap mint nap egyre több minden látszik az épületből, a lenti piac épületéből, a parkolók igazából aszfaltozásra és térkövezésre várnak, tehát nem állunk rosszul, azonban érdekességként említem meg azt is, hogy sikerült megtalálnunk az 1955-56 környékén, hogyha jól tudom, lerombolt és eltüntetett II. Világháború zsidó emlékművet a fenti piacnál, ami nagyjából egy-másfél hónapig tartott nekünk, amíg aznak a kiemelését el tudtuk intézni, illetve le tudtuk egyeztetni a mazsihisszel, illetve a miskolci zsidó hitközösséggel. Ennek a kijelzése megtörtént február végén, március elején, így most jelenleg a temetőben pihen, bízok benne, hogy mazsihisz pályázati támogatással a zsidó temetőben ezt ki tudjuk állítani majd, és látogathatóvá fogjuk tudni tenni. Így a piac fejlesztés így, hogy 50%-on áll, még egy kis türelmét kérném a lakosoknak, bízok benne, hogy ez egy-másfél hónapon belül befejezésre fog kerülni a piac, és akkor teljes mértékben befejezetnek tekintjük a piac fejlesztését, és mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni a teljes piac kialakítása, és minél többen fogunk oda járni vásárolni, segítve a helyi árusokat is.
energiaracionalizálási és gépészeti felújításokra 40 millió forintot hagyott jóvá a képviselőtestület Tiszaújvárosban. A társasházak eddig több mint 13 millió forintra pályáztak, ebből a melegvízmérő órák távleolvasó rendszerének kiépítésére 8 millió forintot ítélt meg a testület. Pereg a vakolat, omladozik a lábazat ennél a Loránd Fiúti társasháznál. A közel 60 éves épületben sok mindent fel kellene újítani. Most ott az a széjjel ment az eternics, hogy mindjárt megyen be fel a pincébe, a csapadékvíz, ahogy jön le a tetőről. Ebben az épületben 62 lakás van. Szuhai József évtizedek óta lakik itt. Most volt körülbelül egy hete lakógyűlés, és akkor azon szóba kerültek ezek a dolgok. Próbálna a lakóközösség, de szerintem ennek az a legésznek a mozdítója, hogy sok idős ember lakik, és a kevés nyugdíjból nem nagyon tud már annyira nagy dolgokat bevállalni. 1.240.000 forint ennyi támogatást kap a lakóközösség az önkormányzattól, hogy elvégezzék a külső felújítást. Emellett önerőre és hitelre is szükség lesz. Tehát ha ezt úgy állítjuk be, hogy hó végén utolsó nap 23 óra 59 perc 59 másodperc, azt az adatot fogja nekünk átadni ezen leolvasásnál. Energiatakarékossági vagy gépészeti felújításokra, illetve melegvízmérő órák leolvasását végző modulok beszerzésére kérhetnek támogatást a társasházak. Ez utóbbira 46 lakóközösség adta be a pályázatát. A társasházi képviselőkkel beszélgetve úgy informálódtam, hogy több mint 80%-a az épületekben lévő tulajdonosoknak, illetve az épületek elfogadták a tárgyleolvasási rendszer beépítését. Az önkormányzat a költségek 50%-át mérőóránként maximum 6000 forinttal támogatja a fejlesztést, ha pályázik a társasház. A szolgáltató vállalta, hogy a következő időszakban gyakorlatilag a leolvasást azt díjmentesen végzi és a saját emberével fogja megoldani. Ami még tovább is fennmarad, és ez törvényben is rögzítve van, hogy az órák hitelesítése továbbra is a tulajdonos feladata. Ezzel kapcsolatban az értesítést a számlával a tulajdonos meg szokta kapni. Az a kérésünk a tulajdonosok felé, hogy ezt a felelősséget azért viselje ilyen formában, és gondoskodjon a szükség szerinti órák cseréjéről. A távolsági jeladókat előreláthatóan nyáron beszerzik és be is szerelik, ha elfogadják a lakóközösségek. 4 éve telepítettek okos padot a Selfie.hoz, és 3 okos zebra is van már Tiszaújvárosban. Most egy új informatikai okos bútor telepített a Városgazda Kft. Az ifjúsági parkba. A szolárállomás napelemmel működik, wifi sugároz, beépített hangszóró van benne, és töltőként is használható. Minden délután tele van az ifjúsági park, sokan jönnek ide sportolni, mozogni vagy csak pihenni. Néhány napja egy új okos eszköz is van már itt a parkban, ez a többfunkciós szolárállomás itt a kosárlabda pálya mellett. Jó, na te is, meg jól tölt is, szóval szuper. Pavlócki Antónia és barátnője sokszor töltik itt a szabadidejüket, nekik is jól jön az új okos eszköz. Mivel nagyon sokat telefonozunk így, mikor lent vagyunk, és leszoktunk általában merülni, és több kéne így a tó körül is a városba, amivel azért a net is jó. Párosítás. Kész. Ennyi az egész, pár kattintás, és a telefon csatlakozik az állomáshoz. Hangszóró, wifi, USB csatlakozó és vezeték nélküli töltő is van a szolárállomásban. Azért tettük ide az ifjúsági parkba kosárlabdapálya mellé, mert nagyon sokan szoktak, hogyha jó idő van, akkor a fiatalok itt sportolni, kosarazni, játszani, és akkor így lehetőségük van esetleg egy kis zenét is hallgatni, vagy a telefonjaikat tölteni. A beruházás közel 2 millió forintba került, ami a Tiszaújváros Jövőért Alapítvány támogatásával valósult meg. Újra lesz triatlon fesztivál, július 14-e és 17-e között rendezik meg. Nem világkupa, hanem Prémium Európa Kupa lesz Tiszaújvárosban, és visszatérnek a régi helyszínek, programok, amik az elmúlt évben elmaradtak a járvány miatt.
Pünköst hétvégén a Tisza triatlonnal rajtol a szezon kezdett. A kétnapos sporteseményt 31. alkalommal rendezik meg, a szokásos helyszínen és forgatókönyv szerint. Ez lesz az előfutára a júliusi triatlon fesztiválnak, ami július 14-től 17-ig tart majd. 4 napot terveztek a szervezők koncertekkel, nagy színpaddal és a jól bevált régi tömegsport rendezvényekkel. Idén úgy néz ki, hogy adott minden, hogy a téren koncerteket szervezzünk, a futóverseny, kerékpárverseny, mint tömegsportrendezvényeket itt a város központjába szervezzük meg, ugyanúgy, ahogy a régi szép időkben, vagy hogy fogalmazzak. Visszahozzuk a bokratlon versenyt is, egy nagyon pici változtatással, de ugyanígy a dísztó szomszédságában, meg el fogjuk választani a versenyt és a bogratlant helyszínileg, de gyakorlatilag egy időpontban fog mind a kettő menni. Vírusmentesen, járványügyi megkötések nélkül rajtolhat el a triatlon verseny, pontosabban a versenyek, mert hogy több is jut a júliusi hétvégére. Egy újabb lépést teszünk abba az irányba, hogy egyszer itt világkupa legyen az idén, a tavalyi Európa kupa, utána a következő lépcső a Prémium Európa kupa, ami az elit versenyzőknek kerül kiírásra. Emellett a szokásos sportprogramok, ami triatlont illeti a Junior Európa kupa és a Magyar Utánpótlás Gála, ez ami igazából az esemény létre vagy életre hívója. Ezekre koncentrálunk. Triatlonistáink nagy reményekkel és esélyekkel készülnek a versenyre. Léman Csongor a tavalyi aranyérmes újabb futamgyőzelemre készül. Putnócki Dorka, a Sinkóri betestvérek és Kisgergő versenynaptárában is fontos esemény lesz a tiszaújvárosi verseny. A juniorok között pedig a tavalyi 4. helyezett Kovács Gyula biztos, hogy dobogóra készül. Félidő címmel indult Ózd önkormányzatának lakossági tájékoztató kampánya. Janicák Dávid polgármester abban bízik, hogy az ott élők így átfogóbban megismerhetik majd az elmúlt időszakban zajló munkafolyamatokat, fejlesztéseket és az elért eredményeket. Félidő címmel egy önkormányzati kampány indult ezekben a napokban Ózdon, amelynek elsődleges célja a lakosság informálása. Ehhez kapcsolódóan több területen is igyekeznek felvenni a kapcsolatot az ott élőkkel. Ennek érdekében például számos videóösszeállítás is készült, amelyeket különböző felületeken sugároznak. Többek között az Ózdi Városi Televízió képújságjában, de a közösségi médiában is fellelhetőek. Ezeken kívül az Ózdi Központi Ügyfélszolgálaton is megtekinthető egy hosszabb verzió. Ezernyi helyen, napokon keresztül sorba állva lehetett Ózdon is ügyet intézni, mint más városokban. Sok helyen a körülmények sem voltak ügyfélbarátnak nevezhetők. Elsőként mi jártunk elő jó példával, így a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézményrendszer ügyeit vittük be az akkor alakuló Ó10-be. Ezután egyesével felkerestük a közműszolgáltatókat, hogy csatlakozzanak, és mindenkinek ingyen biztosítjuk a helyet, kizárólag a lakosság érdekeit szem előtt tartva. Az Ókusz mellett az Ózdot érintő más fontos ügyekbe is betekintést nyerhetnek a helyiek, így szó van többek között akadálymentesítésről, belvízelvezetésről, aszfaltozásról, pihenő vagy éppen parkolóhelyek kialakításáról is. A város polgármestere fontosnak érzi, hogy az ózdiak képben legyenek azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt időszakban milyen munkafolyamatok zajlottak körülöttük, és hogy azok milyen eredménnyel végződtek. Az önkormányzati ciklus felénél járunk, így Ózdváros önkormányzata egy tájékoztató kampányt indított, amelynek az a lényege, hogy a lakosságot tájékoztassuk a ciklus feléig elért eredményekről. Ezekkel a következő időszakban több helyen is találkozhatnak. Bízom benne, hogy mindenki megismeri a városban elvégzett munkáknak az eredményét, hiszen fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását immár több mint 7 esztendeje, hiszen a legfontosabb az az, hogy a megválasztott politikus el is számoljon azzal, hogy milyen munkát végez. Írásos formában is zajlik a tájékoztatás, a Vasvár úton található kirakatokba plakátokat is elhelyeztek. Az elmúlt 2,5 év eredményeire pedig szórólapokkal is felhívják a figyelmet. Ezeket postaládájukban találják meg az olvasók.
Ünnepélyes keretek között adták át az Ózdi görögkatolikus templom melletti kápolnát. A felújítás január elején kezdődött, az épület pedig már kívül-belül megújult. Az esemény a gyülekezet kántorának felszentelésével, valamint Bodnár Dániel parókus fiának megkeresztelésével kezdődött. Dr. Orosz Atanász püspök az alkalom végén megáldotta a felújított épületet. Rendhagyó alkalomra gyűltek össze az emberek az Ózdi görögkatolikus templomban. Ez az esemény teljes mértékben az ünneplésről szólt. A szent liturgiát megelőzően az egyházközség kántorát, Szilágyi Istvánt szentelték fel a felolvasói éneklői rendbe. A hagyományos szertartást dr. Orosz Atanász püspök végezte, aki kiemelte, hogy nem csak a diakónus és pappá szentelés, hanem a kisebb rendekbe való belépés is fontos, hiszen gazdagítja az egyházat. Ezt követően megáldották a keresztvizet, majd Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus fiát, Bodnár Dávidot a keresztség szentségében részesítették. Ezt követően megtartották a szent liturgiát. A püspök a hivatások vasárnapjáról és a megújult kápolnáról beszélt. A felújított kápolna sokak keresztelkedésének, vagy éppen esküvőjének, szentgyónásának és szent áldozásának a helyszíne. Nem a mindennapi liturgia végzésére áldom meg a kápolnát, hanem olyan szent helyként, ahol időről időre újra elmondjuk a parakliszt, az imádságot, és könyörgéseinket, fohászainkat azzal a lelkesedéssel folytatjuk, ahogyan annak idején Istentől az első motivációkat kaptuk. A szent liturgia végeztével körmenet indult a kápolnához. Dr. Orosz Atanász püspök szentelt vízzel, valamint imádságokkal áldotta meg az épületet. A megjelentek már nagyon várták, hogy lássák a kívülbelül renováláson átesett kápolnát. Többek között megújult a villamos hálózat, valamint a hőszigetelés és a villámvédelem problémája is megoldódott. Ezen a vasárnapon hálát tudunk a Jóistennek, hogy volt hely, ahova imádkozhatunk, ez a hely most megújulhatott, és valóban a imádságainak a hatását érezzük abban, hogy ilyen szépekké és ilyen megújított épületté válhattunk mindannyian. Most már csak rajtunk van a feladat, hogy betöltjük a imádságunk szavaival minden egyes hétköznap és minden vasárnap, akár a nagy templomunkat, akár a megújult kápolna épületünket. Az eseményen dr. Csúszda Gábor, a terület képviselője is részt vett. Nagy öröm számára, hogy körzetében már két templom is megújulhatott, az egyházi épített örökségvédelmet célzó pályázatnak köszönhetően. Egy képviselőnek mindig öröm az, hogyha a körzetében egy út vagy egy épület megújulhat, így különösen nagy öröm az, hogy a mögöttünk látható görögkatolikus kápolna megáldásán vehettünk ma részt, amely a Magyarország kormánya támogatásával és egyházi forrásból újulhatott meg. Ez az épület volt a bölcsője az Ózdi görögkatolikus egyházközségnek, így különös jelentősége van a jövőbe vetett hit szempontjából, hogy sikerült megmentenünk ezt az épületet, amelyet ezúton is köszönünk mindenkinek, akinek ebben bármilyen szerepe volt. Az ünnepség egy kötetlen, jó hangulatú agapéval zárult, amely során a megjelentek felidézték a kápolnához kötődő emlékeiket, és gyönyörködhettek a megújult épületben. Szélsebesen haladt végig Ózdon a Tour de Hongrie mezőnye. A nagymúltú körverseny az egész országot átszelte, és most először Ózdot is érintette a viadal nyomvonala. A falu térségében egy szurkolói zónát is kialakítottak a szervezők, míg Farkasjuk külterületén egy különleges akcióval készültek az Ózdi Kerékpáros Egyesület koordinálásával. 1925-ben rendezték meg legelőször a Tour de Hongrie elnevezésű kerékpáros körversenyt. Akkor 510 kilométert kellett tekerniük a sportembereknek, idén pedig 792 kilométer volt a kijelölt táv. Az évek során számos változás történt. Ennek is köszönhető, hogy most először Ózdot is érintette a nagymúltú viadal. A bringások pár éve felől érkeztek, majd egészen a Volnyi József útig követték a 26-os főutat. A szervezők a falu térségében egy időmérő kaput is felállítottak. Itt volt egy kijelölt szurkolói zóna. Az ott élők örültek a látványosságnak. Óznak volt hírneve a biciklizőkkel, tehát én úgy gondolom, hogy aki Óznak érzi magát, és a sportot szereti, mindegy, hogy milyen, és Ózd lehetőséget ad ilyen dolgoknak, jöjjön, tapasztalja élőbe. Ez egy élmény szerintem. Szerintem is egy élmény, egy érdekes, jó dolog.
amit fontos megnézni, mert azért nagyon sok külföldi van itt, akik eljönnek biciklivel, legalább látják a tájat, meg ezt a szép helyet, ahol lakunk. Kicsivel 3 óra előtt érkeztek meg az időmérőpontra. Ekkor több szökevény próbálta meg a lehető legnagyobb előnyt kiharcolni magának. Utánuk nem sokkal megérkezett a főmezőny. A megmérettetésen egyébként összesen 22 csapat, 131 kerékpárosa, köztük 10 magyar versenyző állt rajtvonalhoz. De nem csak a település határain belül készültek nagyon az eseményre. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület Kék Kanyar elnevezésű megmozdulása nyomán a farkasjuk utáni szakaszon köszöntötték látványos szurkolással a sportembereket. A megmérettetést összetettben végül az ír származású Eddie Dunbar nyerte meg. A legjobb magyar pedig a 38. helyen záró Dina Márton lett. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb és legnagyobb beruházása van folyamatban a csónakázótó mellett Kazincvarcikán, ahol az ütemtervnek megfelelően halad a vízi komplexum építése. Az elmúlt napokban 2 toronydalú is érkezett az építkezéshez. A már régóta várt vízi komplexum, mely uszoda, strand és wellness funkcióval is rendelkezik majd, a Delfin Vízi Sportklub, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Van Hua Borsodkem ZRT, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködésében több ütemben valósul meg a látványcsapat sportágak támogatási rendszere által, valamint rendkívül jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással. Egy hosszas beruházás előkészítés szakasz végén egy lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen sikerült szerződést kötnie a Delfin Vízi Sportklubnak a kivitelezésre, amely munkálatok januárban meg is kezdődtek. Ennek eredményét, illetve előrehaladását látjuk most a háttérben. Halász Béla, a Kánská Delfin Vízi Sportklub elnöke elmondta, hogy a területen jelenleg az alapozási munkálatok vannak folyamatban, valamint a teljes beruházás 2 ütemben valósul meg. Az első ütem kivitelezését látjuk most, aminek a szerződött értéke 6,6 milliárd forint. Ebben az 50 méteres úszómedencének a komplett kivitelezése, illetve maga az uszoda komplexum teljes korpusza lényege megvalósításra kerül. A beruházás második ütemében a kiegészítő létesítmények épülnek meg, valamint külső területen strandfunkciós elemek, mint például kültéri medence is várja majd a látogatókat. A beruházás menetét illetően azért érdemes elmondani, hogy nagy alapterületekről beszélünk. Az épület alapterülete az több mint 5200 négyzetméter, és az épített hasznos alapterület pedig 8264 négyzetméter. Ebből is látszik, hogy elég nagy dimenziókról beszélünk. Most az alapozási munkák zajlanak, illetve ezt követően majd a szerkezetépítés fog folytatódni. Ennek a felkészülése most is tart, illetve ennek hatására került ide a 2 toronydarú, amit látunk az építési területen. Az infrastruktúrális fejlesztés során az impozáns épület mellett közel 300 parkolóhelyet alakítanak ki. Az első ütem befejezése 2023. szeptemberére várható. A Tour de Hongrie 4. kazincbarcikai állomása is látványos sprintbefutót hozott, amelynek végén a holland Dylan Groenewegen szerezte meg az első helyet honfitársa Fabio Jakobsen előtt. Május 14-én a rangos kerékpárverseny rajt és egyben célállomása is volt a város. A kazincbarcikai rajtnál egy hiányzó volt, a norvég Siver Verstid nem vállalta a folytatást, a Trek Segafredo olasz sprintere Matteo Moschetti viszont sérülései ellenére ott volt a rajtnál. A 2018-as Tour de Hongrie szakaszgyőztes a 3. etap során bukott, bekötözött testrészekkel útnak indult a többiekkel. Kazincbarcika már 4. alkalommal vállalt szerepet a Tour de Hongrie életében. Amikor azt gondolom, hogy valamelyik ismerős hazatelefonál Új-Zélandtól, Ausztráliáig, Amerikából, mondjuk Fokvárosból, és azt mondja, hogy itt vagyok kint, és egyébként nézem a televíziót a szállodában, vagy az otthonában, és egyébként Kazincbarcikát látja, akkor igazából megvan az a töltet, ami egyébként egy ilyen kerékpáros körversenynek mondjuk a marketing értékében benne van. Amikor egyébként egy félvilág megismeri azt, hogy Kazincbarcikán gyakorlatilag milyen sportélet van itt, milyen emberek vannak, milyen környezetben élünk mi, én azt gondolom, hogy rendkívül hasznos.
fontos, és az, hogy ezt egy kerékpáron keresztül, tehát egy sporton keresztül tudjuk megmutatni a fél világnak, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül nagy büszkeség. Én nagyon köszönöm a barátságát és magát a szervezést is ezen Kamil Károlynak, aki egyébként ennek a szülőatya és aki egyébként folyamatosan simogatja, nevelgeti ezt a rendezvényt, és azt gondolom, hogy most már méltó helyén és rangján van, nem csak itt a nemzetünkben, hanem egyébként az egész világi kerékpáros sportban maga az, hogy hol van a Tour de Hongrie. Ezen a napon 177 kilométer várt a mezőnyre, dombos terepen három hegyi és három gyorsasági részhajrával. Már a rajt után egymást érték a szökési kísérletek, de végül csak az járt sikerrel, amelyben a piros mezes belga Aaron van Pukki is benne volt. A Sport Vlaanderen Balózi hegyi sportversenyben élenálló kerekese három alkalmi szövetségesében szökött el a mezőnytől, s annak rendje és módja szerint be is gyűjtötte a farkasuki, második kategóriás hegyi hajrá első helyét, majd pontokat szerzett mindkét körben a tardonai harmadik kategóriás emelkedőn is. Ezzel a pontversenyben olyan tetemes előnybe került, hogy vasárnap már nem veszíthette el a megkülönböztető mezt. A mezőny a nap során egyszer sem engedte túl messzire a négyfős szökevény csapatot. 23 kilométerre a befutótól el is fogyott a különbség, ismét a sprinterek csatája következhetett. A Quickstep vonata vezette fel a hajrát, a sárga mezes Fabio Jakobsen egy pillanatra elbizonytalanodott, s közben honfitársa, egyben nagy riválisa, Dylan Groenewegen meg tudta előzni, s végül meg is nyerte a negyedik szakaszt. Az összetett élén nem történt változás, Fabio Jakobsen megőrizte az első helyet, a legjobb pozícióban a magyarok közül továbbra is Dina Márton volt a legjobb, az Eolo Kométa versenyzője a tizedik helyről kezdte a zárónapot. Próbáltam szökésbe kerülni, de sajnos nem sikerült, úgyhogy nem annyira jól, de igyekszem holnap is, ha nem sikerül, akkor segítek, illetve a végig nyomom. Vasárnap a király etappal ért véget az idei Tour de Hongrie. A Miskolc és Gyöngyös kékestető közötti etapon 184 km során 2751 méternyi szintemelkedést kellett legyőzniük a versenyzőknek. A nyugati sajtóban előrébb kerültünk a Gironál, tehát rengeteg nyugat-európai lapban mi előzők, hogy lehet, minek kell az ma történnie, hogy ez holnap még fokozódjon. Hát annak, ami ma történt, az, hogy Groenewegen megverte Jakobsent, bár egyébként én Fabio Jakobsennek szurkolok, de Groenewegen is fantasztikus sprinter, el kell ismerni, és óriásit ment. Az ő küzdelmük, az ő versenyük mozgatja a kerékpáros sportban a sajtót Nyugat-Európában. Tehát szerintem ez egy akkora eredmény, és akkora siker a versenynek is, és a városnak is, hogy holnap ez híre megy mindenhol, most nem holnap, már ma, ezen a percekben, amit igazán vágytunk, vagy vágyhatunk egy ilyen verseny során. Az utolsó ötödik szakasz 184 kilométeres etapjának végén az olasz Antonio Tiberi a kékestetőre vezető emelkedő utolsó méterein előzte meg az ír Eddie Dunbart, de az Ineos Grenadiers kerékpárosa így is megszerezte az összetett győzelmet. Eddie Dunbar lett a Tour de Hongrie első ír győztese. Színes és változatos sportprogramokon vehettek részt Kazincbarcikán az érdeklődők a Magyar Sportnapján május 6-án. Az alsós diákok interaktív sportág választósón, a nagyobbak és a felnőttek pedig a meghívott edzőkkel és trénerekkel együtt mozoghattak. Emellett átadták a Kazincbarcika város sportjáért kitüntető díjat is. Május 6-a a Magyar Sportnapja. A kontinens első szabadtéri sportversenyét 1875. május 6-án Budapesten rendezte meg a Magyar Atletikai Klub Magyarország legrégebbi egyesülete. Ennek emlékére egy kormányhatározat alapján 2000 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Sportnapját. Kazincbarcikán ebből az alkalomból változatos sportprogramokkal készültek a szervezők a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jelenleg itt a Kazinczy iskola sport területén 14 szakosztály fogadja az alsós korosztályú gyerekeket, az 1-től 3 évfolyamos tanulókat, körülbelül 1000 városi gyerek mozdult meg. Én úgy gondolom, hogy mind az intézményvezetők, mind a testnevelők, mind a szakosztály fontosnak érzik ezt az eseményt. Megmozgassuk a gyerekeket, bepillantást nyerjenek a sportágok szépségeibe, és reméljük, hogy sok gyerek megtalálja a helyét a kiválasztott sportágokban.
Délután a Kazincbarcikai Sportközpont területén a Magyar Sportnapja alkalmából Szitka Péter polgármester, polgármesteri elismerő okleveleket, valamint a Kazincbarcika város sportjáért kitüntető díjat adott át. Az évente egy adományozható kitüntetést idén Kerekes Ottó, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület elnöke vehette át, aki köszönetét fejezte ki mindazok számára, akik támogatták őt a sporttal kapcsolatos pályafutásában. Aztán ugye jöttek a sportvezetői szerepek, ha lehet így mondani. A KVS, ahol már tizenvalahány éve azt gondolom, hogy próbálok aktív lenni és próbálom sikerre vinni az öt sportágat, ami elhangzott itt a díjkosztón is. És az itt dolgozó kollégáknak is csak köszönettel tartozok, hiszen ők is végig támogattak, elfogadták, hogy én fiatalabb vagyok, elfogadták az ötleteimet és elfogadták a támogatásomat. És azt gondolom, hogy jól futnak ezek a sportágok is, amiben tevékenykedem. A díjátadót követően meglepetés vendégként két olimpikon, Lőrinc Viktor és Szőke Alex vett részt a rendezvényen, akik egy pódiumbeszélgetés keretében meséltek eredményeikről és a felkészülésről. A délután folyamán Fit Barcika csúcs ünnepeljük a Magyar Sportnapját címmel, közös mozgásra invitálták a szervezők az érdeklődőket. A díjmentes programon a mozogni vágyók a Kazinczy Ferenc tornacsarnokban zumbázhattak együtt Kolobiskó Ritával, majd Tatarek Rezső és csapata tartott boxórákat, valamint az utolsó órában Buckó Katával együtt nyújthattak le a résztvevőt. Adásunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Polgármesteri beszámoló Encsen, a téma ezúttal a településfejlesztés volt. Energiaracionalizálás Tiszaújvárosban, 40 millió forintot hagyott jóvá a testület. Lakossági tájékoztató kampány Ózdon, a fejlesztésekről kaphat átfogó képet a lakosság. Épül a vízikomplexum Kazincbarcikán, ütemterv szerint halad a beruházás. A B4-ek hírműsor munkatársai nevében köszönöm figyelmüket, új összeállításokkal legközelebb június 3-án jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, mai adásunkat a közreműködő televíziók online felületein nézhetik vissza. A társtelevíziók szerkesztőségeinek nevében kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!